Üdvözlünk mindenkit, Vegera Györgyöt hallják, és úgy néz ki, itt van a demonstráció, és úgy néz ki, hogy viszik, gyere, te is menjünk, nézzük meg, hogy igen, ott viszik, mi is oda megyünk. Leköpték volt, aki leköpi. Itt mennek a rendőrök is egyébként. Most féreg, legyen embert a féreg. Gyere, tesó, boxoljunk egyet. Én visszaütök. Emberek, kis kerény vagy, féreg. Legyen ember. Legy az egyet. Itt közben mondják a vádlottnak, hogy... Most húzva vagy! Bocsánat. Van, aki keményebb vele, és egyenesen veszi az arcát, nem takarja el még mi, és most el fognak menni. De, féreg, keci! Megbánta a tettét, vagy mert a rezenéstelen arccal... Rezenéstelen arccal... Jó, az urat jön bele! Rezenéstelen arccal... Miért tették ezt a kutyával? Itt egyébként óriási felháborodás alakult ki. Itt vannak a média képviselői is, és hát nem válaszoltak a kérdésekre. És most mennek el, most hagyják el. Fülöp megkínzói, nem mutatjuk a rendszámot, ugye? Mert akkor még nekünk lesz bajunk. És hát rengetegen itt vannak, bocsánat, mi hátra jövünk. És most hagyja el a... Vállamadzagott a nyakába. Menekültek szó szerint. Hát ilyet még én nem is láttam. Bátor csávó vagy, még megálltál, visszafordulunk rá, kis barátom. Rámozták erre. És hát azért az példátlan, hogy ennyien eljöttek. Igaz, Gabi, miközben itt vagyunk, hogy nagyon sokan eljöttek erre a demonstráció, nem tudom, itt pár képet megmutatunk a kedves nézőknek, akik kifejezték. Visszafordult? Kifejezték nem tetszésüket és azt, amit tett, hogy milyen kegyetlen tett volt. Közben itt két kutyát fogok mindjárt fölvenni, de édese. Nem harci miatt van. Nehogy itt valami ellenkampányos Na akkor, Gabi, megkérlek téged, hogy köszönjünk már el a nézőktől. A címből kiderült, csak ugye kihozták pont a vádlottakat, hogy is azért... Így van, tehát összegezzünk. Maratoni nehéz volt. Maratoni volt, nagyon nehéz nap volt. Nehéz volt, igen, hosszadalmas volt már önmagában a vádirat ismertetés. Végighallgatni ezt a szörnyűséget, egyszerűen pokol volt, egyszerűen csak hallgatni is. Azt gondolom, hogy a körülményekhez képest szuper korrekt volt az igazságszolgáltatás, eddig mindenképp annak tűnik. Nyilván nem lehet egy ilyen horderejű ügyben azonnal ítéletet hozni, tehát szükség Mire válnak egyébként? Én pont nem voltam bent a tárgyalóteremben akkor. Az Állatbarát Alapítvány állatorvosa állatorvosának az orvosi papírja. Tehát az Állatbarát Alapítvány állatorvosainak a papírjaira várja, és igazságügyi orvos szekértő is lesz bemondva, és akkor november 29-én folytatódik majd. Tehát elnapolták. Igen, az új határnap, remélhetőleg addig beérkeznek ezek a szükséges dokumentumok. Azt gondolom, hogy különös... Nagyon megrázó volt, Gabi, tehát segítek neked. Nagyon megrázó volt, érzelmileg végighallgattuk, nem az egész történetét, hát a szenvedését. Nem is lehetett nem is bírta. Könnyek nélkül. Sokan nem bírták a tárgyalóteremben. Szinte senkinek a szeme nem maradt szárazon. Az Állatbarát Alapítványnak külön elismerést kell kifejezni, mert... És mindenkinek, aki eljött is itt volt, tehát tisztelet mindenkinek, aki eljött erre. Ők azért itt végigvitték ezt az ügyet, a mezőr szintén egy nagyon kulcsfontos szerepet játszott abban, hogy Fülöp McKinzói igazságszolgáltatás elé álljon, a bíróság vádlottak padjára kerüljenek. Elmenekültek, és ez a legszörnyűbb ez ebben az esetben, hogy ilyenkor már nem nagy az arc, és ilyenkor már menekülőre fogják. Itt én lassan azt gondolom, hogy ennek a demonstrációnak, ami nem lett békés, de hát kivált volna egy ilyen helyzettől. Nem vártuk, hogy ez békés lesz, igen. Tehát azért ezek az indulatok itt legalább verbális szinten megnyilatkoztak, ami teljesen érthető.
És nagyon szomorúak vagyunk, mert semmiféle megbánás nem látszott egyikükön sem. Tagadtak, menekültek. Meg. Nem sajnálták azt az állatot, aki ilyen kegyetlen ség között kellett, hogy elpusztuljon, meghaljon, egyszerűen felháborító volt a, november 29, az a közöny az arcukon. A közöny, sőt, még néha-néha még felháborodás is látszott, főleg a férfinek az arcán. Tehát nem csak közöny volt, hanem felháborodás. Igen, nem tudom, itt milyen rendű vádlott arcán. Igen, az első rendű vádlott talán arcán. Talán itt nálunk jó helyen, de lehet elférnek a... Átmennek akkor a rendőrség. Munkatársaik, akik nagy valószínűséggel most elindulnak Nagycserkeszre. Igen, valószínűsíthetően. Amit feltétlen már most örömre és bizakodásra ad okot, hogy sajtónyilvános volt a tárgyalás. Ez már most bizakodás és örömre ad okot, mert ez egyébként az ítéletet semmilyen szempontból nem befolyásolja, de nagyon bízunk abban, hogy amit az állatvédelem most ugye Fülöp ügy kapcsán képvisel is ezt az összefogást, hogy mindenki ugye fellép az állatkínzók ellen már, ami az állatszerető embereket illeti, ez igen, meghozhatja végén, a legvégén az eredményt, és tényleg egy példás elrettentő ítélet fog születni, hogy most már elmondhassuk azt, hogy nem lehet büntetlenül állatokat értelmetlen, felesleges szenvedésnek igen, és haláltusának. Ez egy hosszú haláltusa volt. Igen. 6 hónap volt csak Fülöpnek a szenvedése, és rá egy 2 hónapos. És hát a nyelőcsöve, a gyomra, ott elmondtak mindent, ecsetelték. A legfontosabb, hogy ugyan a halál közvetlen oka a légzés és a vérkeringés összeomlása volt, de nyugodtan elaludt a kutya, és többet nem ébredt föl, viszont... ami ide vezetett, az, hogy ettől a szorítástól, amit a bálamadzag okozott, ettől neki nyelőcső bénulása keletkezett. Nem tudta továbbítani a nyelőcső a gyomorba a tápanyagot, pont azért, mert annyira el volt szorítva a nyaka a kutyának, és hiába csökkent 4-5 nap után már a kezelést követően az ödéma a fejéről, sajnos ezek a... Nem lehetett már. Ezek a szervi elégtelenségek szörnyen nagy fájdalmat okozhattak neki. Hiába próbálták a gyomorsipot. Ezek vezettek a halálához végül is. Igen, mert ugye amikor elszorította ez a bálamadzag a nyakát a kutyának, akkor nem csak az artériák, hanem ugye az idegek, amik azért felelősek, hogy az ember tudjon nyelni a gyomorba, menjen tovább a tápanyag és a gyomorból a belegbe, stb. Ezekért idegek felelősek, és ezek az idegek, amelyek a nyakban futnak, szintén el lettek szorítva, és tulajdonképpen... Én nem tudom, hogy, bocsánat, így közbevágok, én nem tudom, hogy itt a többiek lemennek-e Nagycserkeszre, nekünk olyat írnak, hogy mindenki megy le most Nagycserkeszre. Ha erről van szó, akkor mi is lemegyünk természetesen. Nézd, én nem szeretnék sem lincselni, sem önbíráskodni. Ez egyértelmű. Kétségtelen, ezt el kell kerülni, kétségtelen, hogy a indulatunkat ki kell fejezni. Azt gondolom, hogy ezzel a verbális indulatkifejezéssel. Volt, aki le is köpte. Igen. Tehát oda ment, és egészen... Tehát egészen konkrétan le is köpte. Igen. Nem tudjuk, hogy mi lesz itt most a folytatás. Egy biztos, hogy november 29-én folytatás. Egy biztos, hogy megrendítő volt. Minden sora, minden szava. Ennek a... Nem is volt 2 éves Fülöp. Tehát nagyon sok minden kiderült. És tényleg nem tudunk csak a megrendültségről és a megrendültséggel beszélni Fülöp sorsáról. Arról, ahogy végig szenvedte azt a 8 hónapot. Ugye a 6 hónapot, amíg a drót vagy a kötél a nyakában volt, és a 2 hónap kórházi kezelések, amikor azt hitte mindenki, hogy fel fog épülni, és hogy van visszaút. Nem győzött. Nem győzzük hangsúlyozni. Azon a bizonyos napon. Igen, azokat az embereket, állatvédőket, állatorvosokat, mezőrt, bejelentőtől elkezdve mindenkit, aki segített Fülöpnek, hogy legalább ne kínja közt halljon meg, hanem... Megrendítő volt az is, amikor elmesélték, hogy már a végén, amikor nagyon rosszul volt, vagy váltakozóan rosszul, mert ugye váltakozott az állapot, hol jobban, hol rosszabban volt, hogy megfordították, felfordították szó szerint a lábánál fogva, hogy segítsék az emésztését, ugye a fehérjének. A lábára állították, hogy ugye a nyelőcsőbe, ha bejutott a tápanyag, akkor már gravitáció talán leviszi. Segíti a tápanyagot a gyomorba, de ez sem segített, mert mindemellett tápanyagfelszívódási problémát is okozott. A több hónapon át tartó éhezés a kutyának. Fizikai képtelenség mechanikailag, hogy egy szűkebb részen, mint a nyelőcső, lemenjen akár egy falat is. Egyértelmű. Nagyon szomorú
esemény volt ez a mai, de azért mégis van benne, ott van ebben a történetben is a remény már, ami az igazságszolgáltatás részét adja vagy jelenti, hiszen Fülöpöt már senki és semmi nem adhatja vissza nekünk. Igen. És ami még nagyon fontos, hogy júniusban, amikor végleg kialudt szeméből a fény, akkor nyugodtan, szeretettel és a gondozója körében halt meg, egyszer csak elaludt. Úgyhogy mi megrendültséggel, meghatottsággal köszönünk el most önöktől. Nagyon kemény volt, nem Gabi? Nagyon mondhatjuk kemény ez a nap. Volt, jövünk vissza november 29-én. Köszönjük, hogy velünk voltak. Mészáros Gabriellát és Vegara Györgyöt hallották. Viszont hallásra! Viszont hallásra!